Folytatódott az Aranybulla Könyvtár kulturális programsorozata. Faragó Péter gitárjátékával köszöntötte a vendégeket, majd Pék Eszter Anna grafikus művésztanár moderálásával. Homolya Gábor, a grafikus képzőművész mutatkozott be, Gondolatok a könyvtárban című kiállításával. Homolya Gábor egy egészen különleges alkotó, és amiket elhozott ide a könyvtárba, az a versekhez készült illusztrációk, vagy inkább költőkhöz készült illusztrációk, elképesztően sok humorral fűszerezve, és rengeteg apró kis utalással ellátva. Homolya Gábor sokszínű művészi pályáján, amelyben a kiváló, díjnyertes animációs filmek mellett a festészet, az alkalmazott grafika, a kollázsok és a montázsok is nagy jelentőséggel bírnak, ezúttal is a rendhagyó művekkel jelentkezett. Igazából én ezek a művek, ilyen irodalmi témák, mitológia és egyéb ilyen hasonló, ilyen kultúr témák, amiket én nagyon kedvelek, de nem vagyok ennek a nagy tudósa. Tehát én nem voltam egy ilyen szuper irodalmár, ez egyszerűen csak megragad. A tárlatra látogatók megtapasztalhatták, hogy a művész már csak személyiségéből fakadóan is gyakran él a humor, az irónia, szatíra és a groteszk alkalmazásával, de ezek tulajdonképpen csak segítő eszközök ahhoz, hogy az alkotásait szemlélő nézőket még inkább magukkal ragadja a művek mély gondolati rétegzettsége.